egyre többen is vagyunk, ami számunkra mindenképpen egy pozitív visszajelzés. Kezdte a tájékoztató Domanyik Eszter, a főosztályvezető fontosnak tartja, hogy a győri vállalkozók megfelelő tájékoztatást kapjanak a turisztikai fejlesztésekről. 2008-hoz képest tavaly megduplázódott a vendégészakák száma, idén pedig Győr tovább szeretné erősíteni a gazdasági turizmusát. Vannak előttünk újabb és újabb feladatok, hiszen azért nem titok, és ez nagyon jó, hogy az üzleti turizmus az a turizmuson belül húzó ágazat itt városunkban, és ehhez kell folyamatosan fejleszteni és felépíteni azt a szabadidős turizmust, kulturális turizmust, konferenciaturizmust, illetve sportturizmust, amiben az elmúlt időszakban sikerült élen járnunk, és a következő éveknek is ez a célkitűzése, hogy ezeken a területeken sikerüljön minőségi rendezvényünket városunkban megrendezni. A rendezvényen elhangzott, a város kulturális palettája az elmúlt években kialakult, és igyekeznek minden korosztályt kiszolgálni. Nyáron ráadásul már a Dunakapu téren is lesznek rendezvények. Ha jó idő is úgy akarja és mellénk áll, akkor nagyon sok turistára számítunk. A négy évszak fesztiválnak a nyári programjai most már sok éve nagyjából ugyanazt a keretet biztosítják számunkra idén is. De legkiemelkedőbb rögtön az első a táncfesztivál szerintem, amit mindenféleképpen ki kell emelnünk a sorból. És hát onnétől kezdve folytatódik a Fröccs fesztivállal, a Barokkeskővel, a nyárzáró koncerttel, a Bornapokkal, tehát azok a kiemelt rendezvények lesznek, amiket már jól megszokhattak a győriek. Az egyre több turistára a városüzemeltetést végző Győrszól is készül. A Dunakapu tér nem csak rendezvények helyszíne lesz, de hamarosan egy élelmiszerpiac is nyílik. A vagyonkezeléssel kapcsolatban különböző fejlesztéseket hajtunk végre. Nagy várakozással indulunk neki a Dunakapu téri garázs megnyitójának, majd megnyitásának. Jelenleg is folyamatban vannak a munkák, illetve tervezzük a Dunakapu térre egy élelmiszerpiac visszahozását, aminek már a kereskedőkkel a kapcsolatot felvettük. Lezárult a pályázat, és örömmel jelenthetem, hogy 20-nál nagyobb főben érdeklődtek a helyek kihasználásában. A Győrszól kiemelt feladatként kezeli, hogy a közterek rendben legyenek, a belvárosban pedig fokozottan ügyelnek a tisztaságra, és nagy hangsúlyt kap a virágosítási program is.